Köszöntöm az Infotelevízió nézőit, vendégünk Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Ajkán volt, most sümegen ebédelt, innen Tapolcára megy, csak a kampány miatt jött el a térségünkbe? Jó napot kívánok, igen, valójában a kampány miatt vagyok itt. Ajkán megfordultam, drága ebéd volt, ha szabad így fogalmaznom itt sümegen, mert ez egy munkaebédnek, ezt munkaebédnek terveztük, és ezért a sümegiek asztalra is tették az összes fejlesztési tervüket, amelyeket a következő néhány évben szeretnének megvalósítani, és azok közül jó néhányra rá is bólintottunk, illetve kivettek belőlem egy ígéretet, amit egyébként szívesen adtam, hogy a két hét múlva esedékes kormányülésen ezt a sümegi fejlesztési tervet a kormány meg fogja vitatni. Miért belemennénk a fejlesztési tervbe, a lelkemre kötötték, hogy kérdezzem meg, hogy hogy tetszik a környékünk. Mi az, ami pozitív, és esetleg mi az, ami nem tetszik? Rossz alanytól kérdezik ezt a kérdést, mert én elfogult vagyok jó néhány tízezer velemkorúval egyetemben, ha sümegről van szó, mert amikor még én fiatal voltam, ön talán ezekre az időkre nem emlékezhet, akkor még az osztálykirándulások, a gimnáziumi osztálykirándulások kitüntetett célpontja volt, hogy egyszer eljön az ember a sümegi várhoz, és mikor fölnézek a vára, akkor a 17 éves saját magam jut eszembe, meg az akkori osztálytársaim, meg az a diák hangulat, ami akkor az ember életét jelentette. Úgyhogy én mindig elfogultan, elfogódottan és örömmel jövök sümegre, és akárhogy is néz ki, nem tudom milyen valójában, én mindig szépnek látom. Akkor kicsit nosztalgiázott. Hát nem mondtam ezt eddig senkinek, csak most, hogy így nekem szegezte a kérdést, hozakodtam ezzel elő. De hát akinek van szeme a látása, az észreveheti ennek a tájnak az egyediségét, maga a vár fantasztikus sziluettjét, a vele szemben lévő dombokat, ezeket a szép kis szőlőskerteket, zárt kerti gyümölcsösöket, kultúrtáj ez. Többen megjelentek itt a választókerületben a kampány során a Fidesz részéről, például mondjuk Varga Mihály, Kövér László, hogyha fogalmazhatok így, csupa nagy nevek a kormánypárt részéről. Kértem mindenkit, hogy aki csak tud, az jöjjön el. Akkor most nem bízták a véletlenet, tehát akkor nem szeretnének még egyszer úgy járni, mondjuk Veszprém esetében. Hát sosem szeretünk úgy járni, hogy elvernek bennünket, és egyébként sem szoktuk a véletlenre bízni, hanem dolgozunk. A Fidesz az mégiscsak a munka, meg a munkából élő, keményen dolgozó embereknek a pártja, szövetsége, mi elsősorban az ő szempontjaikat próbáljuk képviselni a politikában. A saját életünkre nézve is igaz ez, hogy szeretünk keményen megdolgozni a sikerért. Nem is adják ebben a szakmában ingyen, de ha ingyen adnák, se olyan jó az íze, mint hogyha az ember megdolgozott azért. Veszprémben is dolgoztunk, mi csak nem elég jól. Mi a valódi tétjét az április időközi választásnak? Tóbiás József, amikor az MSZP-t tartotta a frakciülését, úgy fogalmazott, hogy ha az ő jelöltjük nyer, az a Fidesz bukását jelenti. Tényleg ekkora a szerepe, vagy ekkora a súlya van ennek az egy parlamenti helynek? Hát az éhes disznó makkal álmodik, közmondás jut az embernek. Ilyenkor az eszébe, tudják, azért majd 200 képviselő ül a parlamentben, és 64-65%-os többsége van a Fidesznek, tehát ha ezt a mandátumot elbukjuk, akkor még mindig bőven az 50% fölött leszünk, tehát értelmetlen dolog kormánybuktatásról beszélni. Itt inkább az emberekről van szó, nekünk. Most az MSZP látom, hogy a hatalom felől közelít ehhez a választáshoz. Mi meg úgy gondoljuk, hogy nagyon sokat dolgoztunk az itt élő emberekkel közösen. Szerintem nagyszerű eredményeket értünk el. Ajkától Sümegen keresztül Tapolcáig. Minden városban komoly dolgok történtek az elmúlt 4-5 évben. És az ember szereti, hogyha elismerik a munkáját, meg megbecsülik a munkáját, és azért jöttem el, hogy emlékeztessem az embereket arra, hogy nagyon nehéz helyzetből közösen húztuk ki az országot a bajból, és értünk le eredményeket az ajkai 3% körüli munkanélküliséggel, a sümegi fejlesztésekkel, vagy éppen a Tapolcán megvalósult beruházások, ezek komoly dolgok, és azt szeretném kérni az emberektől, hogy továbbra is bízzanak bennünk. Ezért számunkra ez a választás, ez inkább a bizalomról, az eddig végzett munka elismeréséről, és a jövőre vonatkozó együttműködési szándékról szól. Szeretnénk azt a munkát folytatni az ajkaiakkal, a sümegiekkel, meg a tapolcaiakkal, és a sok kis településen élő emberekkel is, amit az elmúlt 5 évben együtt végeztünk. Ehhez kérek támogatást. A Fidesz a munkahelyteremtésről beszél, miközben az ellenzék azzal kampányol, hogy megfelelő bérek kellenek. Tehet ilyen ígéretet mondjuk egy képviselőjelölt, hogy megfelelő bérek lesznek, Európai Uniós bérek lesznek itt a polgároknál? A papír elbírja, meg a levegőben is elfér minden nagyhangú nyilatkozat, hogy mit lehet komolyan venni, az egy másik kérdés. De a magyarokat nem kell félteni ebből a szempontból, jól kitanított ország Magyarország, itt annyiszor becsapták már az embereket mindenfajta ígéretekkel, hogy
hogy az emberek valahogy ösztönösen megérzik, hogy kit és mit lehet komolyan venni, kit és mit nem lehet komolyan venni. Ez egyébként szerintem nekünk kedvez, mert mi vagyunk az egyetlen olyan párt, amelyik nem ígéretet akar tenni, meg nem hozomra beszél, meg hogy majd így lesz, úgy lesz, hanem meg tudja mondani, hogy az elmúlt 5 évben hogyan sáfárkodtunk azzal a bizalommal, amit az emberektől kaptunk. Én a támogatást, Fenyvesi Zoltán képviselőjelölt úr melletti támogatást és szavazatokat az elvégzett munka alapján kérem és remélem a tapolcaiaktól, a sümegiektől és az ajkaiaktól. Itt a választások előtt ugye lehet hallani azt is, hogy nagyon sok forrás érkezik az Európai Uniótól. Az, hogy mire fordítják, és itt választások tükrében kérdezem, az kin vagy mit múlik egy térségben? Hát először is semmit se adnak ingyen, tehát csak úgy források nem érkeznek sehova a világon. Azt jól esik elképzelni otthon este a konyhaasztalnál, hogy csak úgy érkezik forrás, ilyen nincsen. Itt minden forintért meg kell dolgozni, azokért a forintokért, vagy eurócentekért is, amelyek az Európai Unióból érkeznek. Az elmúlt 5 évben itt valóban történtek komoly dolgok, részben Európai Uniós forrásokból, részben pedig a magyar költségvetésnek köszönhetően, hogy csak egyetlen példát említsek, minden önkormányzat adósságát átvállalta a kormányzat, pedig az önkormányzatok az adósrabszolgaság állapotában voltak, és a lét-nem lét határán egyensúlyoztak minden évben, amikor a hiteleiket vissza kellett fizetni, az esedékes törlesztő részletekkel elő kellett állni. Ettől megszabadítottuk az önkormányzatokat, levegőhöz jutottak, visszanyerték a cselekvési szabadságukat, és nagyon sok szép dolgot csináltak, Ajkától egyébként Tapolcáig. Tehát minden településen rá lehet mutatni azokra a fejlesztésekre, játszóterekre, iskola renoválásokra, vagy éppen munkahelyteremtő beruházásokra, amelyek nem tudtak volna létrejönni akkor, hogyha az önkormányzatok továbbra is az adósság tengerében fuldokolnak. Tehát ez egy dolog. A második dolog az Európai Uniós fejlesztéseknek a dolga. Hát ott pályázatokat kell beadni, pályázatok minősége alapján próbálunk dönteni arról, hogy hova érdemes és hova nem pénzt adni. Az elmúlt 7 évben mi egy megörökölt rendszert működtettünk, mert az Európai Uniós pénzgazdálkodási szabályok azok 7 évre vonatkoznak, ez 14-ben lejárt, mármint az előző 7 év, és most egy új időszak kezdődik. Ebben az új időszakban már sokkal több forrást fogunk eljutatni a gazdasághoz, mert azt szeretnénk, hogyha a magyar kis- és középvállalkozók fejlődni tudnának és munkahelyeket tudnának adni, illetve teremteni az embereknek. Tehát az Európai Uniós pénzeknek az elérhetősége az a munkahely teremtésen és a magyar kis- és középvállalkozásokon keresztül valósulhat meg elsősorban. Azt várom, hogy megizmosodunk és megerősödünk a következő néhány évben. Ennek tekintetében számít egyébként, hogy ki lesz a térségnek a képviselője? Természetesen számít, több okból is. Először is magasan van a mérce, mert Lasztovica Jenő barátunk magasra tette. Ugye ő már nincsen közöttünk, Isten nyugosztalja, ezért is van most az időközi választás. És őt nagyon szerették és nagyon tisztelték. Tehát annak a feladatnak, annak a színvonalnak megfelelni, amit ő képviselt az itt élő emberek érdekeinek védelmében, ügyeinek elintézésében, kijárásában, az nem lesz egyszerű. Mi olyan jelöltet kerestünk, aki ismeri ezt a térséget, Ajkát ráadásul úgy ismeri, mint a tenyerét, mert oda való, és ezért nagyon bízunk abban, hogy Fenyvesi Zoltán képes lesz ugyanolyan minőségi munkát végezni, mint amilyet Jenő barátunk végzett az elmúlt lassan 2,5 évtizedben. A kétségkívül igaz, hogy egy kormánypárti képviselő az könnyebben talál utat a miniszterekhez, és hozzám is könnyebben jut el, mint egy ellenzéki képviselő, de én nem szeretném ezzel befolyásolni az itt élőket, mert Magyarország miniszterelnökének az a dolga, erre is tettem le az esküvőt, hogy én minden magyar ember érdekét szem előtt tartom, és minden magyar ember érdekét szolgálom, pártállásra való tekintet nélkül. De könnyebb lesz nekem is, meg az itt élőknek is az ügyeket intézni, hogyha olyan emberrel működhetek együtt, akiben van bizalma, mint hogyannal kell együttműködni, aki felől az embernek nincsen biztos tudása. De még egyszer mondom, én arra kérem a térségben élőket, hogy ne ezt tartsák szem előtt, hanem higgadtan és nyugodtan, kellő felelősséggel az ország jövőjére gondolva hozzák meg a döntésüket, és mindenképpen kérem őket, hogy menjenek el a vasárnapi választásra, és ott vegyenek részt. A beszélgetésünk elén említette a sümegi fejlesztési csomagot. Ez mit tartalmaz? A polgármester úr a gazdája ennek a csomagnak. Nem tudom, helyese vagy illendő-e ő helyette, vagy az ő nevében itt erről beszélni. Van egy csomag, amely, vagy van egy része, vagy egy fejezet, amely a vár felújításáról szól.
mondhatnánk azt, hogy befejezéséről, az egy nagyívű és ambiciózus terv, ezt lehetségesnek tartom. Van egy másik rész, ami a püspöki palotának a helyrehozataláról szól, és van egy még ambiciózusabb része ennek a tervnek, amely arról szól, hogy hogy tanúszodát szeretne a város, mellette tornatermet vagy tornacsarnokot, amely a sportolóknak és az iskoláknak is jó, és a művelődési házukat is szeretnék a sümegiek a mostani trendbe hozni, és miután az kicsi, ezért egy újat is ebbe a új épületkomplexumba szeretnének létrehozni. Ez már egy nehezebb falat. A tanúszoda és a sportcsarnok vagy sportterem az könnyebb ügy, mert a kormánynak van egy programja, hogy minden járásközpontban kell lenni tanúszodának, és kell lennie minden iskola mellett a mindennapos testnevelésre alkalmas csarnoknak is. Itt ők nagyobbat szeretnének, azt mondják, a röplabda itt kiváló, és egyébként is vannak sportok, amelyeket szeretnének támogatni. Tehát valamivel nagyobb csarnokról beszélünk, de erre van pénz a költségvetésben. A kultúrház vagy a művelődési háznak a felújítása, vagy egy új műfáz építés az már egy nehezebb eset, de ezt is meg fogjuk vizsgálni, meg ígértem a polgármester úrnak, hogy a két hét múlva esedékes kormányülésen ezzel a sümegi fejlesztési tervvel külön foglalkozik majd a kormány. Végezetül egy kérdés. Amikor kiszáll a buszból, polgárok megszólítják, történt ez Ajkán, Sümegen, mi az, amit elmondanak önnek, vagy mi az, amit elvárnak a kormánytól? Nagyon tisztelettudóak az emberek, talán túlságosan is. Nem nagyon beszélnek bajokról. Most azokról, akik gyalászkodnak, mindig van egy-két kiabáló, aki mindenféle gyalázatos dolgokat mond, azt talán félretehetjük, mert talán maguk sem gondolják komolyan, amiket ilyenkor mondanak, de akik meg szóba elegyednek velem, azok pedig inkább biztatnak. Tehát itt mindenki megveregeti inkább a vállamat, mondja, hogy tartsak ki, ne adjam föl, csináljam, fontos, élvezem a támogatását. Tehát én sokkal több személyes jellegű lelki megerősítést kapok, mint kritikát. Egyébként kritikát valószínűleg azért nem mondanak, mert nem kritikák vannak, hanem bajok. Most természetesen senki sem tökéletes, tehát bármennyire is szeretni, bizonyára önnek sem sikerül tökéletesen végezni a munkáját. Én is így vagyok a sajátommal, de a asztalos legény is így van ezzel, meg a kőműves mester is. De nem ez a dolog lényege, hanem inkább az, hogy milyen nagy bajok, feladatok, kihívások vannak az ország előtt, amiket meg kéne oldani. Ezekről meg beszélgetni kell, közösen kell nagyjából tisztázunk a helyzetet és kijelölni azokat az irányokat, amely felé az országnak haladnia kell. Hát Ajkán ugyan van például, hogy említsek egy példát, erről beszélgettem a helyiekkel, ugyan 3% környékén van a munkanélküliség, ugye sok 100 millió forintot küldött oda a kormány, hogy munkahelyek jöhessenek létre, meg a Malt is igyekeztük megmenteni és életben tartani, meg elvittünk Ajkáról több mint 5 milliárd forintnyi, majd 6 milliárd forintnyi adósságot, megvittünk vagy 10 milliárd forintnyi fejlesztést. Tehát sok minden történt, hogy legyen elegendő munkahely, amelyek létre is jöttek egyébként, az ajkaiak becsületére legyen mondva, nagyon jól sáfárkodtak ezekkel a forrásokkal, de a fizetések viszont alacsonyak. Tehát ha a kérdést úgy fordítom le, hogy mi a legnagyobb bajuk, gondjuk az ajkaiaknak, akkor az alacsony fizetés, és azt mondják, hogy olyan munkáért is minimálbérre vannak besorolva, amely munkaértéke jóval meghaladja a minimálbér értékét, és arra biztattak, hogy vagy úgy alakítsuk a gazdaságpolitikát, hogy a bérek magasabbak legyenek. Én ilyenkor mindig elmondom, hogy a béreket nem én emelem, én az állami alkalmazottak bérére tudok befolyást gyakorolni, most éppen a rendőrök életpályarendszerén keresztül azt emeljük, előzőleg a pedagógusokét emeltük, tehát megteszek én mindent, amit lehet, de a piacgazdaságban, a magángazdaságban működő cégek béreit nem tudom befolyásolni. Ott azt tudom tenni, hogy a fölösleges kiadásoktól megvédem az embereket. Rezsit csökkentek, féken tartom az áremeléseket, próbálom leépíteni a bürokráciát, hogy ez kevesebb időt meg pénzt vigyen el az emberektől. Na hát ilyenfajta diskurzusokba csöppen az ember, hogyha választási kampánygyűléseket tart, vagy megáll és megszólítják őt az emberek. Azt mondtam, hogy végezetül, de még egy kérdés felmerült bennem. Ugye említette, hogy Ajkán alacsony a munkanélküliség, Sümegen viszont magas. Ugye említette, hogy Fenyvesi képviselő úr, vagy az alelnöke a közgyűlésnek ajkai. Mit gondol, hogy ő képes lesz mondjuk azt a modellt áthozni Sümegre, és ezt a munkanélküliséget csökkenteni? Hát inkább az ő partnerségében lehet reménykedni, mert hogy pontosan mit kell csinálni Sümegen, azt sem Budapestről, sem Ajkáról nem tudják megmondani. De itt néztem a képviselőtestület összetételét, itt nagyon szerencsés kézzel adták le a voksaikat az emberek, mert csupa olyan ember van a képviselőtestületben, aki tudja, hogy mit jelent ez, hogy gazdaság.
mert vagy vállalkozott, vagy éppen vállalkozott, tehát érti, hogy hogyan és mitől működik a gazdaság, hogyan lehet több embert alkalmazni, és hogy lehet jobb éreket adni az embereknek. Tehát szerintem a gazdasági szakértelem ügyében a Sümegi Önkormányzat jól áll, nekik lehet majd partnerük egyébként Fenyvesi Zoltán, de hogy csak egy példát említsek, amitől én is sokat várok, remélek itt Sümegen, az a polgármester úrnak az a javaslat, hogy van itt ipari terület, amit föl kéne javítani, és ipari parkká kellene például nyilvánítani, mert az ipari park önmagában vonz befektetéseket. Ilyen kérdésekről fogunk a következő hetekben reményeim szerint megállapodni, nem csak tárgyalni, hanem megállapodni a sümegi városvezetéssel. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, hogy itt lehettem!